Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Tarcérnőm a hét vagyok, és a héten jött ki egy új videó, illetve gépek, amiket még nem láttam, és természetesen képek is jöttek ki a játékról. Most ezeket fogjuk megnézni. Szia Dexter! Hát akkor nézzük. Először nézzük végig ezt, utána mondom a részleteket róla. Addig a telefon felrakom töltőre. Illetve ebben lesz egy devblog is. Majd erről is beszélek. Na szóval, ez ennyi lett volna. Akkor nézzük még egyszer. Mit láttunk? Tehát láttunk egy kéz optumot. Láttunk egy kéz optumot. Ezzel a bredálos... Nem tudom, mert hogy ez most hogyan működik. Tehát ugye ez eddig is be volt a játékban, ezt láttuk Gamescomon is. De most van mögötte ez a valami, hogy ez most mire való, az nekem nem akar leesni. Hogy ez most mire lenne amúgy való, mindjárt meglátjuk. Már akartam szólni, hogy nem álltam új videót elemezni, FS videó, illetve faxit, sok dolgom volt. Na, akkor nézzük tovább ezt, mert azt hiszem előző videóban is láttuk ezt a kék színű gyomlálót, meg a T5-ös, talán a New Holland. Nem, ez egy Voltra. Meg egy Voltrát látunk itt éppen. Amúgy csak én nem látom itt a gazt. De ott van azok a nagy bokrok. Jó, inkább hagyjuk. Hagyjuk inkább az elején. Ugye a Hardit már megint nem kell bemutatni. Permet ez aztán... Ja. Néhol a lejjebb rakja, akkor eldönti a növényt. Na és itt így bemutatják végre a növény taposás mechanikáját. Tehát, hogyha normál kerékkel rámész, akkor így kitiporja. Mondjuk szerintem elég primitív ez a tiprás, ugyanúgy működik, mint 17-ben. De most ezt nézzétek, milyen gyökér a... Na. Úgy megy vissza, ennek a permetezőnek itt kéne lenni. De úgy megy vissza, hogy igazából félig fölöslegesen permetez. Fú, azért úgy utálom, amikor itt gyökerek játszanak, de látjuk, amikor itt kigyúrja a cuccot. A kerék előtt, ugye először elhajlik, és utána tűnik el, ez viszont tetszik. Na ugye látjuk itt a 700-as várjónak a beállításait. Lesz kerék, engine, front loader, illetve lesz main color, illetve kerék beállítás. Na szóval, és akkor itt látjuk, hogy ha nem tiporja le, akkor csak ott áthajlik fölötte. Mondjuk ez szerintem meg hülyeség, hogy egyáltalán nem tipor. Én ezt hülyeségnek tartom. Tehát ha én traktort fogok csinálni, akkor azon
Az tiporni fog, gyerekek. Mint a szart. Szerintetek én legyen érdemes kinyomni egy 6 perces live-ot? Jó, akkor beszéljünk még a devlogokról. Vesző. Devlogok. Oké. Akkor pillanat, előszedem. Szóval be lehet csukni. Oké, na. Így jó lesz. Szóval srácok, akkor nézzük. Nav crop and weed control. Még annyit meg tudunk csinálni, megkeressük a farming simulator 19 kunt csoportba. Én ki szokták tenni magyarul is. Van, van egy kollega, aki egész komolyan leszokta fordítani a dolgokat. Mint szerettük a TS Flink, nem? Ez meg már régi. Jó, akkor mindegy. Komoldunk az eredetinél. És a Google fordító segítségét kérjük. A teljes kocsiról mondasz valamit, ha már saját magunk kell végre elvigyük a tejet. Ja, teljes, na, majd mindjárt odaérünk. Üdvözlők ismét Farming 19 devlogjaihoz, ma tárgyalunk a Farming 19 egyedül álló új növényéről, valamint új gyomírtó rendszeréről, az ilyen folyamatokban részve új járművekről. Két új termés érkezik a 19 területére, az első zab, bár zab nem más, mint gabonafélék, ahogy természtenek, valamint a folyamatok és kombányok segítségével egyedülálló törvénysége rendelkezik, az új állatok táplálására szolgál. Akiknek állatoknak gazdaságok részeként való tenyésztésbe kell lenniük, helyet kell hagyniuk a zab betakarítására. Ez ugyanúgy aratható, mint az összes többi növény, csak... Ez a lauleg való! Pamut a második termés, saját speciális kombánya van. Összegyűjtött nagy pamut bála, amely speciális pótkocsin szállítható, a Lizard márkai pótkocsik. Két méretben készülnek, így egy vagy két bálát egyszerre szállíthatnak. Ez egy apot jelentős erőforrás befektetésbe hozza, de a jutalmaknak megfelelően kell lenniük. Ezekkel az új termésekkel a játékban használt növényi ikonok átdolgozása, még kisebb változást ezek ikonok minden jármű szakértelme és felhasználása megjelenítéséhez használhatók meg fogjuk is. Mi van? Jó, igen. Lesz buza, árpa, zab, kanola, mi a kanola? A repce. Szója, kukorica, napraforgó, ez a szutyok, cukorépa, krumpi. Aztán lesz a szögörkém, aminek semmi értelme, de azért lesz. Szóval lesz ez a... Mi ennek a neve, gyerekek? Cukornád, olajretek, fű, körbála, négyzetbála, vágott fű. Szén, a szalma, siló. Hallod, milyen profile van már silónak? Hogy benne van a silóba, de jó. Van a taf. A taf. Aztán akkor jönnek az érdekes dolgok. Seeds, betőmag, herbicide, ez a gondolom a vegyszer. Folyékony műtrágya, másik műtrágya. Ez a bunker silóba található szutyok, tehát hiktrágya, na. Nem. Ez az izé. A, igen, a biogázban, ami van, hiktrágya az. Van lime, manure, slurry manure,
Porridge mixed, illetve forage. Várjál. Gyors, de rálom. Aztán van a wood chips, a izé, meg a poplar, meg a dizel. Jó, végül ott van sokkal kevesebb az, most majd a növény, hogy jó, úgy, mint a rendszerükben a gyomnövény növekedni fognak minden alkalommal, amikor természetesen láthatja őket a mezőkön két szakaszban. Lehet lesz a fiatal, amit itt fizikailag el tudsz tüntetve, itt lesz annak a nagy növények, amit csak permetezve. Ha nem kezel egy gyomosodás problémáját, akkor 20%-kal csökken a lustaság árán. Arra számítunk, hogy gyomok extra ráncokat eredményeznek, különösen azok számára, akik kezeli a játékot új start from scratch módba. Ez a mód új növénytípusra is gyomírtó rendszerre vonatkozik, ma kérjük csatlakozó hozzánk legközelebb, bla 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 bla. Na, srácok, akkor köszönöm a mai figyelmet, ennyi lett volna már az én adásom, sziasztok!